Világi és szakrális együtt, augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk több szempontból is jelentős. Kerületi csapatok versenye, hagyományteremtő darckupa. Jó tanácsok kezdő túrázóknak, alapvető tudnivalók, hogy biztosan jó élmény legyen a kirándulás. Az a közösség igazán erős és összetartó, amelynek a tagjai jó szomszédokként és igaz honfitársakként képesek együtt élni. Az összetartozás érzése és az egymás iránti szolidaritás az, ami egybe kovácsol bennünket. Épp úgy, ahogyan több mint ezer éve a szenté avatott István király történelmi jelentőségű felismerése tette mértékadó európai szereplővé az országot. Ezek Cserdiné német Angéla szavai, aki augusztus 20-ai ünnepi beszédében a hangsúlyt elsősorban a közösségre, a közösség jelentette erőre helyezte, nem megfeledkezve arról sem, hogy éppen ez a közösség volt és az a mai napig is, amelyik államalkotóként otthont is jelent nekünk Európában. És bár nemzeti ünnepeink mindegyike a szabadság és az egység kifejezése előtt tisztelegnek, ez az egyetlen, amelyiknek az emlékezete békés időszakot idéz. Azért egy október 23-a, egy március 15-e az valóban egy valamilyen forradalomhoz, egy szabadságharchoz, egy tényleg egy háborús helyzethez köthető, ez pedig inkább arról szól, hogy milyen országban élünk, és hogy magyar állam, magyarok vagyunk, és a magyar államot képviseljük, és itt élünk Magyarországon. A mai felnőtt generáció augusztus 20-ai ünnepségekkel kapcsolatos emlékei ma már inkább nosztalgikusak, még ha az állami vagy központi nagy rendezvény több eleme, elsősorban természetesen maga a tűzijáték, ma is szerves része az ünneplésnek. Gyerekkoromban volt egyszer tűzijáték egy évben, és az augusztus 20-ához volt köthető. És akkor nem volt ilyen nagyszabású tűzijáték, mint most. Gellérthegyről lőtték a rakétákat, és nagyon szép volt a tűzijáték. Én szerintem ez a feeling hiányzik egyébként most is, nem a tűzijáték, mert az nyilván lesz és van, de az, hogy egy évben egyszer, és akkor azt ünnepeli az ember, és akkor arra kimegy arra a tűzijátékra, akár a Dunapartra, de egyébként ahol lakunk a Páskon parkban, ott régebben, amíg nem nőttek meg a fák, addig lehetett látni mondjuk az erkéről is a tűzijátékot a Gellérthegyről. De úgyhogy ezek a gyerekkori élmények vannak nekem augusztus 20-áról. Szintén ez az egyetlen olyan nemzeti ünnepünk, amelynek szakrális jelentősége is van. Gondoljunk csak mindjárt első Istvánra, akit szentként az egyház maga is tisztel. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret. Mint ahogy a Magyarország fővédőszentjéről van szó, akit a egyházi kalendárium is számon tart. Magyarországon augusztus 20-án ünnepeljük az ő főünnepét, mint Magyarország fővédőjét, de a világegyház is ismeri az ő emléknapját. Szent Erzsébet mellett ő a másik magyar szent, akiről megemlékeznek világszerte a katolikus egyházban. Augusztus 16-án tartják az ünnepét, ott emléknap címen, nálunk főünnep gyanánt, hiszen Magyarország fővédőszentjéről van szó. Szintén szakrális jelentőségű aktus a kenyér szentelése is. A szentelés, illetve az áldás, ez egy szentelmény, a szentségek után a legrangosabb megáldási formula, imádságos formula az egyház gyakorlatában. Általában olyan dolgokra kéri az áldását az egyház, ami az emberiség javát szolgálja, közte azt, hogy az üdvösségre, az Isten ismeretére eljussanak. Minden ilyen dolgot és minden ilyen eszközt megáld az egyház, köztük az új kenyeret is. Nagyon szép hagyomány ez, hogy összekötődik Szent István ünnepével, hiszen ekkora készül el az új kenyér, illetve egységesítő jelképe is van. Vegyük a magyarok kenyerét, amit a Szent István bazilikánál áld meg bíboros úr. Így az áldás Szent István ünnepével magyarságunkat is, összetartozásunkat is, de egyúttal a hívek, az emberek javát, illetve egy eukarisztikus szimbólumot is megáld. Igazából az áldás az csak kegyelmeket közvetít, közelebb visz bennünket az Isten személyéhez, a hitünk által. Az áldáshoz, hogy az hatékony legyen, kell a hívőnek a hite is. De tulajdonképpen ez a hitben, az Isten ismeretben és a mennyország felé vezető úton segíti az Isten hívőket. Ennek jegyében a kenyér, mint ilyen megáldása, egyfajta eszköz az Istenhez való közeledésben. De igazából, ahogy mondtam is, egy eukarisztikus szimbólum, hiszen kenyér az alapanyag a Krisztus testének, ami a szentmisében átváltozik és megjelenik. Ugyan kovásztalan kenyeret használ a nyugati hagyomány, itt pedig kovászos kenyeret áld meg, de mind a kettőben benne rejlik ez az előkép, ez a jelzés, hiszen Jézus is megáldotta a kenyereket és jól lakatott vele sokaságot, de innen az ő személye volt fontos, éppen ez van most az evangéliumban.
Van még valami, ami ezen a napon közelebb hozza egymáshoz az embert és az egyházat, vagy mert így pontosabb, Istent? Mindenképpen az Istenhez közelít bennünket az ő igéjének hallgatása, az áldáson való részvétel, az ő vele való találkozásnak a különböző formái, nagyságrendekkel kisebb, de mégis valamint titokzatos módon azért az Istenhez közelít bennünket. Ki inkább a világi, ki inkább a szakrális mi volt a okán érzi magáénak nemzeti ünnepünket, de függetlenül attól, e kettő közül melyik az, amely ünnepé teszi számára augusztus 20-át, egy mindenképpen közös. Az a közösség, amiről pár perccel ezelőtt már szó esett, és amelyik mindenen felül a legtöbbet számít, és a legtöbbet érheti el. Hagyományteremtő szándékkal kereste fel a Budapest Wolves dárt szakosztálya a 15. kerületi önkormányzatot. Bár sokan nem tudják, 8 egyesület is működik a kerületben, ahol a sportszerelmesei a kocsmai dobálgatásnál jóval komolyabban játszanak. A kezdeményezést együttműködés követte, így múlt szombaton a kerületi csapatok közül 6-an mérhették össze tudásukat a Szerencs utcában. A lebonyolításról a főszervező Reinhardt Róbertet kérdeztük. 8 csapat lenne, aki a kerületben aktívan szerepel, mint az Országos Szövetség által tagként felvett csapat. Abból ketten itt a hosszú hétvége miatt nem tudtak megjelenni sajnos létszámilag, úgyhogy 6 csapatos lett ez a torna, ez a mai nap, amit a 15. kerületi önkormányzat támogatásával jött létre, és úgy tudtunk megrendezni. Az aktivitás ilyen szempontból hát kicsit hálás, vagy én hálásnak gondolom, hiszen rengeteg játékos, rengeteg csapat van, akik azonnal megmozdulnak. Szoktunk csinálni jótékonysági tornákat is, és ott is nagyon-nagyon-nagyon magas a részvevők száma. Tehát a dárc játékosok általában azért megmozdulnak minden kerületi rendezvényen, hála Istennek. A lebonyolítás országos rendszerben működik, csapatbajnokságról beszélgetünk, ugye 4 játékos játszik, 9 nyert legig tart, illetve 9 nyert meccsig tart a mérkőzés, azzal meg szerzi a győzelmet az adott csapat. 8-8-nál döntetlen van a csoporton belül, tehát nincsen győzelemre való kijátszás, tehát döntetlen egy picit, bonyolítjuk azt, hogy ott szerez egy pontot, és ugye 3-3 csapatos csoport van, ugye mind a 3 csapat igazándiból most helyosztót játszik, az elsők lesznek majd, akik ugye erőnyerőként tovább mennek, és a második, a harmadik a keresztben kijátszák majd a következő fordulót, hogy az elődöntőbe jutás kinek a privilégiuma, és igazándiból utána egy elődöntő és egy harmadik helyért való kijátszás lesz majd a vége, és nagyon szép kupákat kaptunk, és ez volt a támogatás az önkormányzat, gyönyörű szép kupákat kaptunk, és érmeket, úgyhogy mindenki látta, mindenkinek tetszett, és mindenki nagyon azt meg szeretne nyerni egyébként a kerület legjobb csapata címet. Akik még nem próbálták, azt gondolhatják, hogy dárcozni könnyű. Pár kör után viszont megtapasztalhatjuk, hogy célozni nem is annyira egyszerű. Az állóképességünk se baj, ha kicsit jobb az átlagosnál, az pedig kifejezetten előnyünkre válik, ha a matek is jól megy. Bár már gyerekként is el lehet kezdeni, akkor sem késtünk el semmivel, ha felnőttként választjuk ezt a sportot. Igazából nincsen kritérium. Nagyjából épít a gyerekenek a testmagassága határozza meg, hogy ugye mikor tudja kivenni a nyilat a táblából, de vannak ugye gyerek méretű táblák, amik ugye alacsonyabbra vannak téve. Általában úgy szokott működni, hogy a gyerekeknek, tehát nincsen két egyforma gyerek, valakinek egyébként magasabb szinten van a koncentráció az adott sportákhoz, és vannak egyébként egészen fiatalon kezdő gyerekek. Nagyjából én ezt a 12 éves kort határoznám meg, körülbelül ez az a korosztály, amitől fölfelé érdemes velük foglalkozni. Ugye a Smile DC-nél van nagyon komoly képzése az utánpótlásnak, ugye erről Tarbia többet tudna mondani, de nagyjából ugye ez a 12 éves kor, amitől én be tudnám lőni, főleg azért is, mert a dárc attól függetlenül, hogy állóképességet is igényel, a számolás nagyon fontos. Tehát a fejben számolás, ugye, mert általában ez úgy működik, ha most egy kicsit hátra nézünk, hogy akkor tableteken írják a srácok a meccseket, ugye haladunk a technológiával régebben még, és az országos versenyek is legfőképpen ez egy író áll ott, egy tábla mellett, és írja az eredményeket, tehát a dobott értéket összeadja, és kivonja az 501-ből. Tehát igazániból a fejben számolás egy nagyon-nagyon lényeges része ennek az egésznek, sőt a 30%-át adja a sport teljes értékének, ha valaki tud számolni fejben jól. Miközben a hátunk mögött aktívan zajlott a verseny, egy kicsit igyekeztünk jobban megismerni a résztvevő csapatokat is. Elvégre a köztudatban még nincs annyira benne, hogy a 15. kerületben ennyire sokan űzik egyesületi szinten a dárcot. Minden csapat az Országos Szövetségnek a tagja. Tehát minden csapat indít csapatbajnokságban, az Országos Nemzeti Bajnokságban csapatot, vagy egyéni részvevőként ugye elmennek versenyekre. Sőt, rengetegen vannak, és mi is tervezzük a nemzetközi selejtező tornáknak a
látogatását. Tehát igazándiból nagyon komolyan gondolják a srácok ezeket ezt a sportágat. Sajnos lehet, hogy ez magyar viszonylatban mennyire lehet komoly és mennyire lehet hobbi szintű, hát ezt majd a jövő fogja majd meghatározni. Igazándiból a lelkesedéssel és a hozzáállással nincsen baj. Tehát minden csapat ugye elég komolyan és elég nagy bázissal rendelkezik, tehát nagyjából ilyen 8-10 játékos minimum versenyző engedélye rendelkezik csapaton belül. Nyilván vannak ott is olyanok, akik minden csapatnál, akik csak hobbi szinten dobálnak, ő nekik nincsen kiváltó versenyengedély, és mindenféle verseny, amire csak tudnak, elmennek a fiúk. Tehát ez elég egy aktivitás minden csapat részéről. Jó, minden csapat kerületben működő csapat, tehát mind a 8, aki a 2 kivételben, aki most nincs itt, mindenki a kerületben van, mindenkinek a kerületben van klub helysége, tehát érdemes azért körülnézni, hogyha esetleg valakit érdekel, kinek mi az, ami közel esik a lakóhelyéhez, vagy a munkahelyéhez, vagy éppen hogy tud eljutni legkönnyebben a valamelyik klubhoz, és nagyon készségesen fognak neki segíteni, hogy ezt az egészet elkezdje. Szeptember 28-án szintén a hazai pálya sportpább ad majd otthont annak a jótékonysági darts versenynek, melynek bevételével kerületi állatvédő szervezetek munkáját támogatják a szervezők. A versenyen többek között a kerületi egyesületek versenyzői is részt vesznek majd. Jó 100 éve jött divatba, és ma is kedvelt elfoglaltság a túrázás, különösen az egy vagy legfeljebb egy-két napos túrázás. Egy hátizsák, némi enni és innivaló, meg legalább egy nagy vonalakban kigondolt útvonal. Sokan ennyivel vágnak bele, aztán az esetek többségében hamar kiderül, hogy ez édes kevés. Sokféle hibát elkövetett a tapasztalatlan túrázó, a legnagyobb maga a felkészületlenség. Nem csak rossz szájízzel tér majd haza az egyszeri túrázó, de akár komolyba is keveredhet abból, ha látatlanban vág neki az útnak. A városi környezethez és az állandó GPS és mobil kapcsolathoz szokott ember első nagy meglepetése az lehet, amikor rájön, a településektől távol nincs feltétlenül térerő, a telefonos túra alkalmazások, ha csak nem úgynevezett offline applikációk, semmit sem érnek. Egy iránytű és egy papíralapú térkép tehát az egyik legfontosabb, amivel érdemes készülni egy erdőn mezőn átvezető túrára. Aztán ott vannak a túrajelzések. Tudják, azok a színes jelek, amiket a fák törzsére festenek, és igen hasznos információkkal szolgálnak azoknak, akik ismerik és olvasni tudják őket. Az átlagember, aki arra sem nagyon emlékszik, mikor látta utoljára a Budapest végetáblát, nem tudja felmérni az időigényt sem, ami a terepviszonyoktól és a szintkülönbségből adódóan változik. Ami a 4-es 6-os vonalán gyalogolva 20 perc, az mondjuk a Börzsönyben 500 méter szintkülönbség esetén akár 3-4 óra is lehet. Az úti cél és az útvonal alapos megtervezése azonban még csak a kezdet. A felszerelés legalább annyit számít, mint a helyszíni ismeretek. Gyakran mégis hajlamosak az emberek nagyvonalúan kezelni a dolgot. Minél hosszabb a tervezett túra, annál több és komolyabb felszerelésre lesz szükség. Víz lehetőség szerint sok. Ennivaló méghozzá olyan, ami kellő tápanyagot biztosít. Esőkabát, sőt pulóver is kellhet, akár még most nyár végén is. Említettük már a mobiltelefont az elején. Hiába a sokszor gyenge térerő, semmiképpen ne hagyják otthon, bárhová is indulnak, mert baj esetén minden perc számít, ha segítséget kell hívni. Egy okosan összeállított kis elsősegélycsomag is nagy hasznára lehet a túrázónak. Kötszer, fertőtlenítőszer, kullancs kiszedésére alkalmas csipesz, raktapasz, hogy csak a legszükségesebbeket említsük. Ha nagy a baj, úgyis segítségre lesz szükség. Az egyik legfontosabb szabály mégis az, hogyha egyedül készül túrázni valaki, arról szóljon másoknak is. Mondja el hova és milyen útvonalon készül eljutni, milyen állomásokat érint útközben, és hogy mikorra várható a visszaérkezése. Igaz ugyan, hogy Magyarországon már-már művészet annyira eltévedni, hogy 8-10 órán belül ne érjen lakott településre az ember, mégis előfordulhat, hogy körbe karikába bolyong, és akkor arról még nem is beszéltünk, mi van akkor, ha közben komolyan megsérül. Ajánlott tehát többet magunkkal túrázni, lehetőség szerint olyannal a társaságban, aki tapasztalt kiránduló. Ez talán a legbiztonságosabb módszer. A kirándulás, a túrázás egyedül és társaságban is kiváló elfoglaltság, emellett egészséges is, fizikai és mentális értelemben egyaránt. És lehet ugyan, hogy az előbbiek alapján úgy tűnik, bonyolult és veszélyes dologról van szó, valójában nem az, csak fel kell rá készülni.
Most, hogy már nem tombol úgy a hűség, érdemes lehet felkerekedni, és egy vagy akár több napos túrákat is szervezni. Elvégre van hova és miért kirándulni itthon is. Egyre kevesebb csapadékra, viszont továbbra is 30 fok feletti nappali csúcsokra számíthatunk a hét hátralévő napjain. Az éjszakák viszont legalább enyhék lesznek. Holnap felhők takarhatják alkalmanként a napot, de esőre Budapest térségében nem kell számítani. A szél helyenként megélénkülhet, napközben 25 és 31, éjjel 13 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütésben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Reggelre több felé felfrissül a levegő, majd délután 29 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton is túlnyomóan napos idő várható, esni sehol sem fog. Délután 33-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, de csak néhol alakulhat ki frissítő zápor, esetleg zivatar. Marad a kánikula, 33-38 fok várható.